De úgy gondolom, hogy a csapat nagyot harcolt, hiszen főleg az első évben nagyon sok helyzetet ki tudtunk alakítani, ott voltak a lehetőségünk, de mindig beblokkoltak. Másével kevesebb helyzet dolgoztunk ki, már kicsit fúztáltak is voltunk, hogy nem tudunk ezzel kerülni, de végül megnyertük a meccset, úgyhogy tényleg a csapatnak nagyon nagyot küzdöttünk, és nagyon fontos, hogy győzni szereztünk. A két gólt is szereztél, az egyiket nem adta meg a bíró, beszéljünk először a szituációról, milyen volt, mi történt ott. Hát én úgy gondolom, hogy jól döntött, hiszen jól neki szaladt a kapusnak ötösön belül, de a kapus egy kicsit szerintem kicsit elveszítette az eszméletét, úgyhogy ez jó döntés, hogy, hogy tényleg az a gól lesz szaváltam Aztán ugye jött a ráadásban a fejes gólod, bíztál még benne? Igen, persze, mind, biztosan a csapatot, hogy meg lehet, úgyhogy te Davis ki kell hanem, hiszen csak szinte bekettelem a fejemet, olyan jobb adás volt, úgyhogy tényleg örülök, hogy bementés, hogy meg, megnyertek a meccset, és három pontot meg tudtuk szerezni. És meg tudod mutatni, hogy a fejed, fejed melyik részével találtad el a labdát? Hát nem nagyon, hát itt, de amikor bent, akkor tényleg nagyon ültem neki, hiszen egy nagy kő esett le a szívünkről, hiszen legutoljában két meccs alakult, ahol szerettünk volna, és ez, ez a meccs egy nagyobb adhat a távíjakban. Ami talán negatívum ennek a majomésnek a te szempontodból, hogy begyűjtetted a 9. sárgát, tehát hiányozni fogsz aranyos maróton. Megint egy fontos mérkőzés lesz. Hát igen, sajnálom, hogy első faltom 40 percben egyből sárát kaptam, de hát ez ilyen, de úgy gondolom, hogy ha ilyen játszunk a, az Atamarad akkor onnan is lehetünk hozni a pontot, de tudjuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen egy olyan csopta játszunk, aki eltérő küzd, hogy nehogy kiessenek, úgyhogy fel kell rá.